Az elmúlt években a Mezőkövesd, a Ferencváros és az MTK lépett pályára kupameccsen Sényűn, vasárnap pedig a jelenleg NB2-es Vasas fogadta az NB3-as együttes. Kiegyenlített első fél óra végén a hazaiak szerezték meg a vezetést, egy kapusról kipattanó labdát a 17 esztendős Pál Zsomból lőtt a hálóba. A 39. percben egyenlítettek a fővárosiak, a javukra megítélt 11-est Pekár értékesítette. Az 57. percben ismét büntetőhöz jutottak a vendégek, ezúttal Birtalan állt a labda mögé, és ő sem hibázott. A vezetés birtokában már nyugodtabban játszott a Vasas, és a 62. percben Birtalan duplázott, gyakorlatilag eldöntve a továbbjutás kérdését. A 74. percben Kovács növelte 3 gólosra a különbséget, az 1-5-ös végeredmény pedig Vernes állította be a 82. percben. Ha nem is volt ekkora különbség a két csapat között, nyilván azért sokkal jobb csapat a Vasas, ugye magasabb osztályú ellenfél és érvényre juttatta az akaratát. Úgy gondolom az első fél időben egy nagyon jó iramú mérkőzést láthattak, akik ugye kilátogattak. Vezetést szereztünk, ugye 11-esből egyenlítettek, aztán a második fél időre egy kicsit el is fáradtunk szerintem. A hazaiak rutinos játékos, a Szokó Zsolt azt sajnálta, hogy nem sikerült legalább a szünetig megtartaniuk előnyüket. Az elejét jól meg tudtuk húzni, rájuk mentünk, úgy érzem, hogy meglepetést tudtunk okozni, ebből jött a gól, úgyhogy jól kezdtük, aztán egy 11-esből tudtak egyenlíteni, pedig jó, voltak helyzeteik, de úgy éreztem, hogy azért így meg tudtuk őket állítani, tehát ha nincs a 11-es, akkor szerintem 1-0 tudunk menni a fél időre, és akkor meg már másabb lett volna szerintem a második fél idő is. Mint a vendégek vezetőedzője elmondta, nem számított könnyű mérkőzésre, a 4 gólos különbség pedig a második fél időben érvényesülő fizikális fülényüknek köszönhető. Véleményem szerint nehéz mérkőzés volt, egy jó csapat ellen játszottunk, első fél időben nagyon jól játszott a Sényű, második fél időben úgy gondolom, hogy felőröltük őket, fizikálisan jobb állapotban voltunk. Igaz, hogy az első fél időben is volt több lehetőségünk, figyelmetlenek voltunk egy kicsit, és egy pontrugás után kaptunk gólt, de nehéz meccs volt, még egyszer mondom. A megyebeli csapatok közül az NB1-es Kisvárda 10-0-ra győzött a Komárom-Esztergom megyei első osztályú bajnokságban játszó Kecskéd otthonában. A megye 1-es Tarpa 2-2-es döntetlen után 11-esekkel búcsúztatta az NB3-as Komárom VS-ét. A szintén megyei első osztályú Mándok hazai pályán 8-1-re kapott ki az élvonalbeli Mezőkövestől, a Fehérgyarmat pedig a Tolna megyei osztálytárs Bátaszék otthonában szenvedett 8-1-es vereséget. A Nyíregyháza Spartacus mérkőzése elmaradt, mivel az ellenfél Lőrinci VSC csapatánál pozitív eredmény született a kötelező koronavírus tesztelésen. A találkozót október 7-én pótolják a csapatok.